Péntek délelőtt a Göndöcs Benedek középiskola végzősei nyitották a ballagások sorát. A 11 osztály a hagyomány szerint vonult a Kossuth utcától a belvárosi templomig. Nagyon sok lehetőséget és főként hitet adott nekem ez az iskola, ami megalapozza az életemet. A menet megérkezése után megkoszorúzták Göndöcs Benedek emléktábláját a plébánia falán. Nekünk az egyik szellemi vezérünk Don Bosco, Bosco Szent János, aki azt tartotta, hogy ha az életedet valami jónak és nemesnek akarod szentelni, akkor neveld az ifjúságot. És azt is üzeni nekünk, hogy járjatok a földön és lakjatok az égben. Ezek a fő gondolataink mára. Az ünnepi szentmisét Ábrahám Béla, a szalézi rend tartományfőnöke mutatta be. Mi szalíziak most ünnepeljük rendalapító atyánknak, Boszkó Szent Jánosnak 200. születésnapját. Szerte a szalízi világban nagy-nagy bicentenári ünnepségek vannak, és ennek főszereplői persze a fiatalok, hiszen szalízi élet főszereplői mindig a fiatalok. Péntek délután a Harukkán János középiskolában folytatódott a ballagások sora. Itt 16 osztályban közel 200 diák vett búcsút tanulmányai helyszínétől. Én már megéltem egy pár évet, és én hiszem azt, amit tanítottam, hogy ezek a fiatalok, ha itt végeznek, tudnak tovább tanulni, és tudnak hazánkban munkahelyet találni, és sikeres megélhetést. Ballagó diákok közül Varga Szabolcs László belügyi rendész szakon tanul az intézményben, és Szegeden szeretné folytatni tanulmányait a rendőrtiszti főiskolán. Az úgynevezett 4 év, amit itt eltöltöttünk, nagyon kellemes volt, mind diák részéről, mind tanárok részéről, mert hát végül is ugye az, hogy az itt, amit tanítanak, szerettük, a kedvesek voltak a tanárok is, megértők, segítőkészek voltak. Az Erkel, a Karácsonyi és a Bácseszku diákjai pénteken ballagnak.